Sziasztok! Nemrég megérkeztünk egy újabb fotózási helyszínünkre. Most itt vagyunk Tatabányán. Gyertek be és nézzétek meg, milyen belülről! Az utolsó csukja az ajtót. Fehér színben gondolkodtunk, ezt mutatja a dekoráció is, és a virágdekoráció is. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Tatabányán járunk a Tulipános Házban. Ez egy rendezvény helyszínként funkcionáló épület. 1922 és 24 között épült szecessziós stílusban, Torockai Vigandede tervei alapján készült, és annak idején ez egy bányatiszti kaszinóként üzemelt és működött. Felújításra került az elmúlt években, és egy teljesen új köntösben nyithattunk meg. Három szint helyezkedik el az épületben. A felső szint az egy kiállító és rendezvénytér, a földszint, ahol most is vagyunk, ez rendezvénytér, illetve az alaksorban van egy interaktív bányászati kiállítás is. Úgyhogy elég sokféle célközönséget igyekszünk megcélozni. Itt most jelen pillanatban a díszteremben állunk, ami az egyik, azt gondolom, a legszebb része a Tulipános Háznak, amely méltó helyszíne lehet esküvőknek, báloknak, konferenciáknak, különböző céges, illetve magánrendezvényeknek is. Érdemes körbetekinteni, megnézni a gyönyörű aranyozott falakat, a gyönyörű tulipános motívumokat. Azt gondolom, hogy tényleg egy igazán impozáns helyszín ez. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretné az esküvőjét, vagy bármilyen rendezvényét itt nálunk megvalósítani. Sziasztok! Gálszalai Csilla vagyok. Én a mai fotózásra a fatáblákat hoztam, mint például ezt a táblát is. A Facebookon Hamomé Dekoráció néven találtok meg. Bármilyen méretben, felirata és mintával kérhető tőlem a tábla. Általában mondjuk ugye mindig ugyanazokat szokták kérni. Általában köszöntünk az esküvőnkön feliratot, idézeteseket, desszertasztalra táblákat, illetve a főleg egy mennyasszony székére szoktak még kérni. Sziasztok, Viglási Viki vagyok, Tiszaltáról, a Sütiségben Viki Viglási Cukrász műhelyben. A mai fotózásra egy nagyon letisztult zöld-fehér desszert kompozícióval érkeztem. Igazából most az volt a cél, hogy megmutassuk a minél trendibb, minél formabontóbb tortákat. Láthattok oldalára állított tortát, illetve egy nagyon letisztult kétemeletes fondannal burkolt tortát, ami aranyfestéssel van megspékelve. Valamint manapság egyre divatosabbak a különböző pohárkrémek, a tártok, valamint a makaronok. Igazából az a lényeg szerintem mostanában az esküvőkön, hogy egy komplett desszert kompozíció legyen, egy nagyon szép desszert asztal, amit hogyha betolnak, igazán látványos és mutatós főeleme tud lenni egy esküvőnek. Valamint az is fontos praktikusság szempontjából, hogy egy-két falatban bekapható sütemények legyenek a torták mellett. Nemese vagyok, a Maramma esküvői szalonnak a tulajdonosa. Vőlegény és mennyasszonyi ruhákat hoztunk egyaránt, mert a kollekción kialakításánál nagyon fontos volt a kényelem és a szépség ötvözete.
Én vagyok a szépség. Igen, így van, én is erre gondoltam. Nagyon, vagy egyik kedvenc darabunk, az itt látható hordó öltöny, ami önmagában mintás mellénnyel van kombinálva. Nagyon népszerű egyébként a vőlegények körében, és pedig azért is, mert nem csak esküvőre, hanem esküvő után bármilyen alkalomra hordható. Ruháinknál fontos szempont volt, hogy a menyasszony az egész napot kibírja benne. Egyik, a választásunknak egyik fő mozgatórugója az volt, hogy olyan menyasszonyi ruhákat tudjunk válogatni, ami kényelmes is, de ugyanakkor elegáns, csinos. Sziasztok, én Ligeti Andi vagyok, a Kexmania kekszek készítője, és vajas kekszeket hoztam. És hát ezek nem egyszerűen vajas kekszek, hanem ugye cukormázzal vagy fondánnal díszített kekszekről van szó. Ugye itt az esküvői témában különböző felkérő boxokat hoztam, amivel lehet koszorús lánynak felkérni barátnőnket. Itt vannak ilyen kis variációk. Ugye itt az alap egy vajas kekszem van, és fondánnal van díszítve. Ilyen kis virágokkal, ugye ezek itt a színek is változtathatóak, és hát igazából tanulnak felkérő box is lehet, de hát ugye a legnépszerűbb az a koszorús lányoknak ezek a kis csajos dobozkáink. Illetve különlegességünk az, hogy cukorlapra nyomtatjuk a kívánt fényképet, ez minden tekintetben elhető, tehát a fényképet is meg lehet úgymond enni, bár mondjuk nem szokták, inkább emlékbe szokták eltenni. Illetve köszönő ajándéknak ezt a fajta kekszet hoztuk, ami igazából egy olyan érdekességgel van ellátva, hogy ugye Insta keretben van foglalva a párnak a fényképe. Sziasztok, kapitány Kardos Eszter vagyok a Plantel Decortól. A menyasszonyi csokrokat és vőlegénykitűzőt hoztunk, és itt a tulipános ház csodás, világos, meleg napfénnyel borított termében a pár esketésének koronáját, a boldogság kaput építjük, díszítjük élő virágokkal. Sziasztok, Hegedűs Dóra vagyok, a Mariana Ékszer magyarországi forgalmazója. Nagy örömmel jöttünk el újra az esküvő klasszik fotózására. Idén, ahogy látjátok is, a színeké a főszerep, vibráló színek, kristály ragyogás, ez a Mariana ékszer. Minden ékszerünk antiallergén, ezt nagyon fontos elmondani, ólom és nikkelmentes, így az arra érzékenyek is nyugodtan tudják viselni. A kristályok mind csiszolt üvegkristályok, gyöngyök, illetve ásványokkal dolgozik a Mariana ékszer.